biztonságosan télen is, a rossz látási viszonyok, a csúszós utak, a heves hóesés vagy fagyott hótakaró mind növelik a baleseti kockázatot az utakon. Ajánlott a védőoltás, megbetegedni semmilyen esetben sem lehet az influenza elleni védőoltástól. Adomány, 2,5 millió forint értékben kapott új eszközöket a Józsa András Oktató Kórház a Hübner Kft-től. A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel, figyelmeztet a rendőrség. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A rossz látási viszonyok, a csúszós utak, a heves hóesés vagy fagyott hótakaró mind növelik a baleseti kockázatot az utakon. A több évtizedes tapasztalatok azt mutatják, hogy a megváltozott téli körülmények következtében megnövekszik a közúti balesetek, és azon belül a tragédiák száma. Éppen ezért a rendőrség minden évben hasznos tanácsokkal segíti a közlekedőket, hogy felkészülhessenek a téli közlekedés fokozott veszélyeire. A téli időszakban rosszabbak a látási viszonyok, később veszük észre a forgalmi akadályt, ami számos baleset oka lehet. Éppen ezért fontos, hogy a kilátás minden irányban biztosított legyen. Ez is szerepel azon tanácsok között, melyekkel a rendőrség honlapján segíti az autóval közlekedőket, és felhívja a figyelmet a megváltozott látási és útviszonyokra. Fel kell készülni lélekben, agyban is arra, hogy megváltoztak ezek a körülmények, hiszen sokszor nem is látjuk azt, hogy mennyire le van fagyva az úttest, mennyivel meg fog nőni a féktávolságunk. Ilyenkor azért erre számolni kell, nem árt rápillantani a gépjárművek műszerfalára, hogyha fagyás mutat, vagy fagyás körüli hőmérsékletet, bár az újabb gépjárművek mutatják, illetve felhívják a figyelmet arra, hogy számolni kell ráfagyásra olyan helyen, ahol mondjuk egy szélárnyékosabb, sötétebb, védettebb hely egy erdősávnál, és mindenképpen erre ügyelni kell. Szikszai Tihamér azt is kiemelte, a hóátfúvásos területekre is hasonlóképpen ügyelni kell, ugyanis ezek megdobhatják a járműveket, ami könnyen baleseti forrás lehet. A legfontosabb ugye a sebesség csökkentése, hiszen minél kisebb a sebesség, annál kisebb erők hatnak általában a gépjárműre, annál könnyebb megfogni, annál könnyebb a gépjárművet kordában tartani. Tudjunk menni az előttünk haladó után, nem kell feltétlenül megelőzni, hanem nagy követési távolsággal szépen kísérjük, hiszen egy előzés során olyan ráfutás, olyan jégrefutás, hórafutás történhet, amire nem számolunk előzéskor, tehát felmérünk mindent, viszont előre az útburkolatot nem fogjuk látni. Szikszai Tihamér azt is elmondta, a rendőrség tanácsainak betartásával és körültekintő vezetéssel minimálisra csökkenthető a balesetek kockázata még a kritikusabb téli időszakban is. Hozzátette, aki viszont kevesebb rutinnal rendelkezik, annak azt javasolja, inkább a tömegközlekedést válassza, hiszen számos olyan tényezővel találkozhat az utakon, melyekkel normális időjárási körülmények között nem szokott. A Nyíregyházi járásbíróság elrendelte a benzinkúti rablással gyanúsított férfi letartóztatását, írja a polisz.hu. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított január 5-én az esti órákban megállt az autójával egy Mária Pócsi benzinkútnál, és egy kannába benzint tankolt. Ezután bement a benzinkút üzletébe, és a magával vitt gépkarabélyt a kútkezelőre tartva felszólította, hogy adja át neki a bevételt. A sértet egy nejlontáskába pakolva átadta a pénztárban lévő 451 000 forint készpénzt, a gyanúsított pedig az autójával elmenekült. A rendőrség rövid időn belül a 41-es számú főúton elfogta a gyanúsítottat, és lefoglalta a nála lévő készpénzt, lőfegyvert, valamint 23 darab töltényt is. A gyanúsított lakásában ezen túlmenően egy puskatus, 3 darab fegyvertár és 60 darab töltény került elő. A bíróság álláspontja szerint a gyanúsított által elkövetett bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára és törvényi fenyegetettségére tekintettel megalapozottan lehet tartani attól, hogy szabadlábon hagyása esetén megszökne vagy elrejtőzne, ugyanis a gyanúsított terhére rót bűncselekmény 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Lesodródott az úttestről és az útmenti árokba hajtott egy személyautó reggel Baktalórendházán a Kossuth-Lajos utcában. A balesethez a város katasztrófa védelmi őrsének hivatásos tűzoltói érkeztek ki, akik áramtalanították a járművet és megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. A balesetben a gépkocsi vezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
Az influenza elleni védőoltástól senki nem betegedhet meg, hangsúlyozza dr. Újhelyi János gyermekorvos. Az interneten és szóbeszédben egyaránt terjed egy olyan vélemény, miszerint többen az oltás után érzik magukon az influenza tüneteit, azonban az oltóanyagok elölt vírusokat tartalmaznak. A járvány még nem indult el, a szakember szerint ez annak köszönhető, hogy csak pár napja járnak újra iskolába a diákok. Dr. Újhelyi János gyermekorvos még nem találkozott influenzás beteggel a praxisában idén, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján meggyőződése, hogy még januárra kialakul a szezon. Az ország más pontjai már felütötte a fejét az influenza, ami hamarosan végigvonul majd hazánkban. A betegek száma azért is alacsony még, mert az ünnepi időszakot a diákok otthon töltötték, és még csak pár napja járnak újra közösségbe, ahol gyorsabban terjednek a baktériumok. A gyermekek is, meg a felnőttek is úgy védekezhetnek, hogy kerülik a nyilvánvaló betegeket, és itt majd, különösen majd január vége körül a bulizós időszakokban, a farsangos időszakokban erre nagyon kell gondolni, mert akkor viszont már lesz bőven beteg, és hát különféle rendezvények ennek is a szervezésében meg kell fontolni, hogy van-e értelme, amikor egy járványos időszak van, azt a rendezvényt megszervezni. Tehát úgy tudnak védekezni, hogy a nyilvánvaló betegeket kerülik, az egyértelmű beteg gyereket meg nem visszük közösségbe, még akkor is, hogyha a szülőnek ez nagyon rettenetes megoldani. Az orvos javasolja a napi többszöri szellőztetést, a rövidebb sétákat a friss levegőn, hiába a hideg idő, de fontos még a C-vitamin ellátottság is a betegség elkerülése érdekében. Újhelyi János szerint minden megelőzés közül azonban a legfontosabb az időben megkapott influenza elleni védőoltás a 3 év feletti gyermekek számára. Az idősek és a gyermekek a két legveszélyeztetettebb csoport az influenza esetében, de a járványos időszakban a gyermekek a leginkább érintettek. A szülők sokszor azért nem viszik el a gyerekeket az orvoshoz, mert beteg is úgy gondolják, ha nem teljesen egészségesek, akkor nem kaphatják meg az oltást. Dr. Újhelyi János kiemelte, csak lázas, akut betegeknek nem adják be az influenza elleni védőoltást, ezért az orvosra kell bízni a gyermekek egészségi állapotának felmérését. Azt kell tudni még, ami megint egy közbeszédben benne van, hogy attól betegedtem meg, hogy megkaptam az oltást, hogy ezek az oltóanyagok olyan, hogy nem tud megbetegíteni. Tehát ezek elölt vírusok, vagy van még olyan vírus, elölt vírus tartalmazó vakcina, vagy van még ettől is olyan korszerűbb változat, ami a víruspartikulának csak egy részét tartalmazza, tehát egyszerűen nincs is lehetősége megbetegíteni a szervezetet, tehát olyat egy orvos nem is tud elképzelni, hogy a védőoltás okozott egy megbetegedést az influenza kapcsán. Tehát a védőoltás nem okoz megbetegedést, ha ezért nem is kell tőle félni, ha valaminek csak pozitív következménye van, akkor élni kell vele, ha lehet. A nagyobb gyermekek esetében nem kell rögtön orvoshoz fordulni, ha influenza-szerű megbetegedést tapasztalnak. A kisebbeket azonban érdemes szakemberhez vinni, mert a téli időszak alatt legyengült szervezet fertőzése akár súlyos szövődményekhez is vezethet. 2,5 millió forint értékű adományt kapott a Józsa András Oktató Kórház a Hübner Kft-től. A támogatás révén a traumatológiai osztály kapott új eszközöket, ezeket az ízületek tükrözésére alkalmas sebészeti eljárások során tudják majd használni. Elsősorban a tért keresztragjainak pótlásában segítenek ezek az eszközök. A Nyíregyházi Józsa András Kórházban évente több mint 300 artroszkópos műtétet végeznek. Az ízületek tükrözéséhez artroszkópot használnak, amellyel minimális bemetszésen át egy néhány milliméteres átmérőjű kábelt vezetnek az ízületbe. A kábel végén található optika és fényforrás segítségével láthatóvá válik az ízület belülről, melyet az orvos nagy felbontású monitoron követ.
Az artroszkóp segítségével különböző betegségek, elváltozások diagnosztikája, valamint műtéti beavatkozások végezhetők anélkül, hogy az ízületen nagy feltárás történne. Ez a mostani adomány, ez egy 2,5 millió értékű, a traumatológiai baleseti sebészeti ellátáson belül lévő kis ízületi és váll és térd meg csipőízületi eltérések gyógyítására szolgálnak ezek az úgynevezett artroszkópos eszközök. Ezt a Hübner Kft. Jóvoltából kapta meg a intézményünk. A német tulajdonú cégcsoport számára kiemelt terület a társadalmi szerepvállalás. A Jósa András Kórházat is évek óta támogatják rendszeresen. Tavaly a sürgősségi osztálynak adományoztak új eszközöket. Die Hübner Kft. Ist seit mehr als 20 Jahren hier in der Stadt. A Hübner Kft. Több mint 20 éve van jelen Nyíregyházán, és ahogy a város is szépen fejlődött ebben az időszakban, úgy a Hübner Kft. Is impozáns fejlődésen ment keresztül. Szeretnénk, ha ebből a sikerből a város, a régió és az emberek is részesülnének. Ennek szellemében a Hübner Kft. Minden évben három területen támogatja a várost, a régiót. A kultúrában, a sportban és az egészségügyben vagyunk aktívak. Szeretnénk, ha a régió, a dolgozók és családjaik ebből a sikerből támogatásaink révén részesüljenek. Noch ein bisschen Nachholbedarf hat, und da wollen wir halt ganz gern jedes Jahr unseren Beitrag zu leisten. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és Jósa András Egyetemi Oktatókórház alapítványa révén tavaly mintegy 22 millió forint adományt kapott, ennek közel fele volt a mostanihoz hasonló célzott támogatás. Megdőlt az idei téli hidegrekord, kedden mínusz 18 foknál hidegebbet is mértek Vásárosnaményban, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook oldalán. Mint írták, ezen a télen még nem mértek ilyen hideget, mint kedden hajnalban Vásárosnaményban, ahol mínusz 18,6 Celsius fokig hűlt le a levegő. Ugyanakkor megjegyezték, két évvel ezelőtt ezen a napon Tésán mínusz 28,1 fok volt. Elvesztette hazai veretlenségét a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B piros csoportjának 14. fordulójában lejátszott mérkőzésen az oroszlányt fogadták, és a vendégek 89-85-ös győzelemmel távoztak a Continental Arénából. A nyíregyháziak vasárnap a HEP kupa negyed döntőjében Cegléden lépnek pályára. Bajnoki meccsen még soha nem múlta felül az oroszlányt a Blue Sharks, így a hazai veretlenség megőrzése mellett az első győzelem megszerzése is motiválta a kék cápákat. A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, az első negyedet 25-20-ra nyerték Busivánék. A második 10 percben fordítottak a vendégek, akik egy pontos előnnyel mehettek a nagyszünetre. Fordulás után is fejfej mellett haladt a két csapat, a záró negyednek két pontos nyíregyházi előnyel vágtak neki a felek. 7 perccel a meccs vége előtt 7 ponttal vezetett a Blue Sharks, a vendégek azonban egy 18-2-es szakasz produkálva megfordították az állást, a végjátékban pedig már nem engedte ki a győzelmet a kezéből az oroszlány. Amikor 7 ponttal vezettünk, akkor úgy gondoltam, hogy meg tudjuk tartani ezt az eredményt, de sajnos nem sikerült. A végére szerintem elfáradtunk, az oroszlánynak azért sokkal nagyobb a rotációja, mint nekünk, és a Curatől is hiányzott nálunk. De igazából nem vagyok szomorú, mert nagyon jó mérkőzés játszottunk egy oroszlánnyal, és még hosszú a szezon. A vendégek edzője szerint csapata a palánk alatti fölényének köszönhetően nyerte meg a mérkőzést. Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, mivel a Nyíregyháza nagyon erős hazai pályán. Tudtuk azt is, hogy van egy új légiósuk, akiből csak helyen közel tudtunk felkészülni, mivel nem volt róla sok információnk. Olyan meccset kaptam, amilyet vártam, örülök, hogy győzni tudtunk, ez mutatja a csapat erejét. Sikerünk kulcsa a lepattanózás volt, mivel kétszer annyi lepattanót szedtünk, mint ellenfelünk. A hazaiak játékosa Busiván a 19 szerzett pont mellett 6 gólpasszt is kiosztott a mérkőzésen. Az irányító szerint a hajrára fizikálisan és mentálisan is elfáradt a Nyíregyháza. Nekünk a rotációnk szűkebb volt, hiszen Czura Attila sérülés miatt nem játszhatott, akinek ugye a pontjaival számolhatunk hál' Istennek minden meccsen. Itt kezdődött az első probléma. Sajnos, amikor viszonylag nagyobb előnyt tudtunk kiépíteni, gondolok itt az első fél időben, a 5-6-7 pontos előnyünkre, vagy a végén, amikor 70-68-ra vezettünk, pillanatok alatt úgymond összeomlottunk, és nem tudtuk megtartani. Kurszituációban sajnos Gerinek volt egy hátsó zárása, ami annyira nem esett jól lábának, és egy 2-3 percet a padon kellett töltenie. Tényleg, hogyha majd hazamegyek, kicsit átgondolom, visszanézem, akkor majd okosabb leszek. Jelenleg annyit tudok mondani, hogy talán az oroszlánynak kicsit bőve volt a rotációja, és elfogytunk a végére.
A mezőny legeredményesebb játékosa a 28 pontot szerző Mohácsi Máté volt. A nyíregyházi nevelési kosarak szerint nagy fegyvertény, hogy el tudták venni a Kékcápák hazai veretlenségét. Nem véletlen, hogy a nyíregyháza ugye veretlen eddig, hiába az erősebb ellenfelekkel ugye idegenben játszott, de azért otthon begyűjtött minden győzelmet, úgyhogy erre készültünk, hogy hosszú utazás, kellemetlen ellenfél, új légiós, tehát minden olyan rámutatott, hogy ez nem lesz könnyű meccs. Erre is lett az. Én is azt gondolom, amit az edző, hogy a lepattanózás nagyon sokat számított, illetve volt egy olyan törés a nyíregyháza játékomban, amit ki tudtunk használni, amikor sokáig gólképtelenek voltunk. Nyilván ez a védekezésünk feljúlása is eredményezte, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg az a koncentráció és a lepattanózás az adott arra, hogy végül mi tudtuk elvenni a veretlenségüket. A 14. forduló további eredményei a következők: Budafok MTK Török Bálint 67-82, BKG Prímese PVSK 98-66, MAFC Békés 119-72, Nagykőrös Veszprém 84-89 és Vasas Akadémia Budapesti Honvéd 71-78. A Miskolc-Bonyhád mérkőzést pénteken játsszák. A tabella élén a Veszprém már 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 13-1-es mutatóval rendelkező MAFC-ot. A Nyíregyháza Blue Sharks 8 győzelemmel és 6 vereséggel a 6. helyen várja a bajnoki folytatást. A Kékcápák vasárnap Hepkupa mérkőzésen az NB2-es Cegléd otthonában lépnek pályára, és győzelmük esetén bejutnak a sorozat győri 4-es döntőjébe. A megyei első osztályú tabella 8. helyén tölti a téli szünetet a Vásárosnaményi futballcsapat. Dudás Zoltán együttese 6 győzelem mellett 3 döntetlent játszott és 6-szor szenvedett vereséget. A cél, hogy tavasszal előrébb lépjenek a táblázaton. Az előző szezonban elért 4. helyezést követően 8 új játékossal a soraiban a mostani bajnokságban a dobogót célozta meg a Vásárosnaményi csapat. Fél távnál távolinak tűnik az érmes helyezés, mivel a Dudás Zoltán által irányított együttes 50%-os teljesítménnyel a 8. helyet foglalja el a megyei első osztály tabelláján. Erős középcsapat lettünk, minden szám adatunk ezt tükrözi. Úgy látjuk, hogy hátul nagy a baj, és nem a háttérben, mert a háttér biztosított, hanem abban nagy a gond, hogy a védelmünk és a kapusposztunk bizony szezon közben kicsit megingott. Aztán a végére ismét kiegyenesedtünk, de ez, hogy ott helyezkedünk el a 16 csapatból a 8. helyen, mindenképpen az előre lépést feltételezi, hiszen tudjuk azt, hogy 21 pontunk van jelenleg, tavaly ilyenkor 26 pontunk volt, most olyan 30 pontban bizakodtunk. Nagyon erős a megyei első osztály mezőnye, látjuk azt, hogy bármi megtörténhet, hiszen az a nagy halász, akit odahaza lefutisztunk, aztán mégis ők nyertek, ők állnak az élen. Azt is látjuk, hogy Ibrány, aki bajnok esélyesként kezdte a szezon, pont az utolsó pillanatban szorult a dobogóról. Látjuk azt, hogy Bakta, aki nagyon jól kezdte, most hol tart, de ez a megyei első osztály nagyon egységes. Az egyesületi elnök reményei szerint egyre több saját nevelési fiatal harcol majd ki helyet magának a megyei első osztályú csapatokban. Büszke vagyok arra, hogy az edzők, az elnökök között óriási az összhang és az odafigyelés egymásra, nem csak a rivalizálás, hanem látjuk azt, hogy milyen mozgások vannak, ugye játékos sok területén a csapatoknál, épp ezért többször leültünk és egyeztetünk, mert időnként nem tartjuk jónak azt az irányt, ahová a megyei első osztály elindult. Szeretnénk ezen egy kicsikét fékezni, de azt is látjuk, hogy ebben jelentős szerepe van az utánpótlás képzésnek. Az a cél itt Vásárosnaményban, hogy kezdjünk el visszatérni arra az útra, amelyen a megyeiben elindultunk, minél több ifjúsági labdarúgót megfogni, beépíteni a saját csapatunkba, és a megyei 1, megyei 2, megyei 3 mellett mindenképpen az ifik stájunkból próbáljunk hazai játékosokat nevelni, mert a kitörési pontunk csak ez lehet, hiszen az ifik stájunk most a 2. helyen állnak, és jó lenne, hogyha 1-2 év múlva elmondhatnánk azt, hogy ezekből a fiúkból 2-3-at, esetleg 4-et be tudtunk építeni a nagy csapatba. A Vásárosnaményi csapat kedden kezdte el a felkészülést egy új játékossal, a debreceni Asétól érkező Németh Gergellyel a soraiban. Vereséget szenvedett Fucsovics Márton Sydneyben az 590 ezer dollár összdíjazású kemény pályás tenisztorna 8. döntőjében. A világranglista 35. helyén álló nyíregyházi játékosa a 38. helyezett ausztrál Milmántól kapott ki 6-3, 6-4-re. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden.
A rossz látási viszonyok, a csúszós utak, a heves hóesés vagy fagyott hótakaró mind növelik a baleseti kockázatot az utakon. A több évtizedes tapasztalatok azt mutatják, hogy a megváltozott téli körülmények következtében megnövekszik a közúti balesetek és azon belül a tragédiák száma. Aki kevesebb rutinnal rendelkezik, annak a rendőrség azt javasolja, hogy inkább a tömegközlekedést válassza, hiszen számos olyan tényezővel találkozhat az utakon, melyekkel normális időjárási körülmények között nem szokott. Az influenza elleni védőoltástól senki nem betegedhet meg, hangsúlyozza dr. Újhelyi János gyermekorvos. Az interneten és szóbeszédben egyaránt terjed egy olyan vélemény, miszerint többen az oltás után érzik magukon az influenza tüneteit, azonban az oltóanyagok elölt vírusokat tartalmaznak. A járvány nem indult el, a szakember szerint ez annak köszönhető, hogy még csak pár napja járnak újra iskolába a diákok. 2,5 millió forint értékű adományt kapott a József András Oktató Kórháza Hübner Kft-től. A támogatás révén a traumatológiai osztály kapott új eszközöket, ezeket az ízületek tükrözésére alkalmas sebészeti eljárások során tudják majd használni. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, január 9-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. Csütörtök estig a Kárpát-medence fölé kissé alacsonyabb nedvességtartalmú, 1-2 fokkal hidegebb léghullámok érkeznek. Kevesebb helyen valószínű havazás. Az előttünk álló éjszaka túlnyomóan borult lesz az ég. Néhol előfordulhat hózápor. Az északi szél helyenként megélénkül. Reggelre általában -6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben közepesen és erősen felhős időszakok, illetve területek váltakoznak. Csapadéknak kicsi az esélye. Az északi szél megélénkül, időnként megerősödik. Délutánra 0 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban változékony időre van kilátás. A rövidebb napos periódusok mellett gyakran lesz erősen felhős vagy borult az ég. Pénteken napközben kevés, estétől egyre több helyen várható havazás. A hétvégén többfelé számítani lehet csapadékra, havazás, havas eső, néhol ónos eső is előfordulhat. A jövő hét első napjaiban csak szorványosan valószínű zápor, hózápor. A nyugati, északnyugati szelet sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérik. Erősödik a nappali felmelegedés.